Megköszönés! Jó reggelt, Viettábit, vagy csatornák kiperjelentődik a következő 1 milliárd euró kihívásos Farming Simulator 19 része. Sajnos az előző rész vége nem volt meg, mivel amikor megvettük a Rába 250-est, valamiért megszakadt a videó felvétel, én meg nem vettem észre, igazából sok mindenről lemaradtatok le, mivel annyi történt, hogy a Rábát elhoztam a Boardból, és kipróbáltam, hogy működik-e, úgyhogy működik, viszont egy csomó minden, ja, gyerekek, már megint annyi mindent kellene reformálni ebbe a részbe, várjatok, meg akarom mutatni ennek a hangját, mert egyébként csodálatos hangja van ennek a csodálatos gépnek, fölnyomom egy kicsit a hangerőt, azt majd utána meg levesszük, de ez, várjatok, nyomok egy mentést, de ezt szeretném megmutatni nektek, figyeljétek! Na, valahogy így fest a Rábának a hangja, tök jól működik, egyáltalán nem veszik össze a Realmóddal, úgyhogy tök jó minden. Viszont még mielőtt így elkezdjük összeszedni a dolgokat, hát írtatok egy csomó mindent, meg ja. Például azt írtátok, hogy vigyázzak ezzel az IA tárcsával, amit vettem, mivel nem fog jól működni, mivel baj van vele. Igazából annyi baj van vele, hogy nem fog jól működni, nem jól van konfigurálva ez se. Ugyanúgy, mint az előző vetők, amiket vettünk, nem fog fordulni például a föld végébe, úgyhogy ezt felejtsd el, hogy ezt normálisan fogod használni. Úgyhogy azt csinálom, gyerekek, nem is használtuk meg igazából, megvettük, ugye ezt 24 000-be került, tehát azt vissza fogom termelni, ugye el tudjuk adni 19 000-re, tehát még akkor 5 000-et hozzá kell majd adnom a pénzemhez. Hát figyeljetek, most ne haragudjatok, de... Hogyha egy ilyen hibás mód van, azt mondjuk ezelőtt is írtátok, vagy írtátok régebbi részben is, hogy nyugodtan termeljem vissza magamnak az árát, hogyha ilyesmi van. Viszont, ugye itt van ez a tárcsa, amelyik igazából baromi jól működött. Nem vetőt mondtam ezzel? Nem, az IA tárcsát mondtam ezzel. Az jól működik. Viszont egy csomó mindent még gondolt a Keeper, hogy mit az, amit kellene itten működni. Úgyhogy először annyit fogunk csinálni, hogy egy kicsit reformáljuk a dolgokat, de tényleg ilyen nagyon-nagyon brutálisan. Először is annyit kellene csinálni, hogy ezt el kellene vinnem magammal. Igen, a megfelelő termelékenységhez szükségeltetik az, sajnos srácok, hogy egy kicsit rendet rakjuk. Mert egy az, hogy rendet rakjuk, meg egy az, hogy egy kicsit reformáljuk a dolgokat, mert a Keeper nincs kibékülve itt a dolgokkal. Annyit kellene, várjál, hogy ez a két vetőgép, rá kellett jönnöm, hogy ez a két vetőgép ez valahogy nem működik jól. Ugye folyamatosan kutyúja, majd Ctrl-I-vel azt hiszem ki tudom rakni a dolgokat. Belőle, oké, ki is raktuk, igen, ki is raktuk. Ezek a vetőgépek ezek nem igazán működnek jól. És mivel nem működnek jól, arra gondolt a Keeper, hogy meg kellene szabadulni tőle. Egyszerűen nem működnek jól. Egyszerűen úgy működnek ugye, minthogyha folyamatosan le lennének engedve és be lennének kapcsolva, tehát olyan sebességgel tudod húzni még üresbe is, ami abszolút nem reális. Fölmegyünk a másik vetőért, de lehet, hogy nem is ezzel a traktorra. Nem visszük a vetőt. Igen, egy nagyon nagy reformálás jön, jó gyerekek? Arra készüljetek, dőljetek hátra nyugodtan. Egy csomó mindent kellene csinálni ebbe a részbe. Egyelőre most nem indítom itt neki a dolgokat. Össze kellene szedni a szalmát, el kellene adni a szalmát, tudom. Össze kellene szedni a gépeket, és tényleg rengeteg dolgot, mai részben rengeteg dolgot akarok csinálni, és mivel szombatban mindenképpen 2 résszel fogok jönni ma hozzátok, mert hát ne tököljünk, gyerekek. A hétköznap ugye egy kicsit ugye, hát elengedtük magunkat, nem raktam fel 2 részt, volt amelyik nap 2 rész volt, de volt amelyik nap nem. Mivel ugye azért megy a suli meg minden, és igazából nem akartam túl terhelni benneteket, mert vannak olyan emberkék, akik nézők, akik azon nagyon szeretnek. Nézzétek! És nincs leengedve ez a vető, mondani? És motorlót 100%, 11-el húzza, nem működik normálisan, sajnos, meg van javítva, de akkor is ilyen extrém hülyén viselkedik sajnos ez a vetőgép. Ugye ezt üresbe úgy kellene húzni, mint egy üres sportkocsit, vagy még úgysem, mert igazából ez a 2 kerék az, ami len van. De ha megfigyeljétek, ráhúzom a földre, nézd meg! Itt látni, hogy gyakorlatilag ilyenkor is ő olyan úgy érzékeli, vagy úgy működik, mintha le lenne engedve, ezért ilyen retteltesen lassan tudott húzni. Emiatt ez nem igazán jól működik, úgyhogy mindenképpen vetőcsere lesz, amúgy is mindenképpen kellett volna most már vetőt cserélni. Mindjárt lepakolok erről is, és akkor majd a következő vetőket ezzel megtöltjük. Megint reformálni kell, ugye, ahogy jön a pénz, sajnos
be kell fektetnünk, viszont most akkor arra gondolt, hogy igazából nincsen tárcsánk, csak egy darab nagy tárcsa, és az az orosz tárcsa az viszont tök jól működött, egész jól csinálta a dolgokat, jól fordult a föld végén, hogyha kétszer le van húzva, tehát igen, nem, ne, na, tehát az jó. Viszont igen, az az IH, egyébként kipróbáltam gameplayen kívül másik mentésbe, megpróbáltam, egyszerűen nem fordul vele normálisan a traktor. Valahogy nem jól van konfigurálva, megpróbáltam. Én is írtátok egyébként, rám szóltatok, hogy vigyázzak azzal a tárcsával, mert azzal vannak bajok. És tényleg rám írtatok, és én meg is próbáltam, nézd oda, 13-ma húzza üresen, úgyhogy nincs leengedve. Ez nem jól működik, ez nem jó, gyerekek. És azt hiszem, hogy úton is, ezt figyeld. Oda nézzél. És amiatt, mert olyan, mintha le lenne mindig a földön. És nem is fogom ezzel húzni, mert meg fogunk bolondulni, gyerekek. Még a boltig elérünk, azzal is elmegy egy csomó idő. Na. Akkor, a mai... Fú, bassz, annyi védet kellene csinálni, hallod? Azért lehet, hogy még azzal is gondolkozok, hogy inkább nem hosszú részek, hanem egy tripla résszel fogok majd jönni. Komolyan mondom, már ebben gondolkozok, hogy minél nagyobb haladást érjünk el. Haladás MGT-je a gyerekek, ugye? Hogy minél inkább haladjunk, ezeket össze lehet akasztani, úgyhogy vigyük el őket a francba. Mindjárt megoldja a kipet, kicsit egyet, és beosztál, jó van. Oké. Okay. És mondok, a pótkocsit is kellene. Várjál. Pótkocsit is föl kéne kapatni. Ami nem biztos, hogy fog sikerülni. Mindjárt. Kocsirudat megizgassuk egy kicsit. Na. Gyere kocsiru, gyere. Nyújtom a kocsirudat, gyerekek, nyújtom. Oké, okay. Talál egy kicsit. Aha, jó, oké, okay, működik is. Jó, viszont valószínűleg nem ezzel fogjuk húzni. Annyit kellene még csinálnom. Hogy, pillanat. Valószínűleg nem ezzel fogom húzni, meg fogunk örülni. Meg fogjátok látni, hogy a kocsit miért viszem, ezt a betölt, vagy ezt a kultivátort. Egyébként ezt a módot lehet, hogy fogom használni, hogy nem ilyen extrém nagy dolgokra, de azért ilyet például azért lehet, hogy földobok most a pótkocsira, aztán akkor nem kell. Igazából, én gondolom, nem azt akarjátok végignézni, hogy háromszor fordulok. Viszont nem ezzel a traktorral kellene mennem, mert oda van baj, hogy ez a traktor, ez eléggé gyengus ehhez, meg főleg úgy, hogy ugye nem igazán jól működik ez a mód. Viszont a második vetőből is ki kéne szedni a cuccokat, és arra gondoltam, hogy akkor kettő vető helyett megyünk három vetőt, meg kettő tárcsát. Ezeket meg kellene venni, ugye akkor az orosz tárcsa egyébként tök jól működik, azt hiszem, hogy azt pont meg kellene javítani egyébként, de jó lenne. Egyébként ja, a rába kettőt feles kipróbáltam, igazából ugye lemaradt 5 perc az előző rész végéből, akkor annyi volt, hogy utána kötöttem a hamstert, és megnéztem, hogy működik, jól működik, nincsen vele semmi probléma. Pontosan annyi slipje van, amit elvárható, tehát mit tudom én, egy ilyen 10%-20%-os slippel húzza azt a nagy hordét. Működik, jól megy, szép, sorálatos. Annyi, hogy ugye ez egy tipikus szántóföldi traktor, nagy vonóerejű traktor, nem arra való, amire... nem arra való, hogy például... pótkocsit húzzunk vele, úgyhogy nem is nagyon fogjuk használni. Hát kellene váltanom valahova ide, és akkor... ki kellene raknom egyébként belőle, csak úgy látom, hogy ezt nagyon nem akarja kirakni. Hát nem, hanem azon állunk, bazza. Mert melyiken állunk? Nyissuk, próbáljuk meg kinyitni. Ha most az első, most a másodikon. És akkor ezért kellene egy kirakás időt kontrollni, pedig azt nyomtam, bazza. Az a baj, mindenképp a pótkocsit akarját, akkor le kéne kapcsolni a pótkocsit. Hú. És akkor Ctrl-I. A pótkocsit kapcsoltam le pedig. Egyszerűen... na, ezt akarta, hogy rakjuk ki. Oké. Okay. Akkor ezeket ugye meg tudom tölteni majd. Figyeljetek, ne adjuk el vele. Ezt tök jó, mert ezt ki tudod rakni. Na most figyelj, ezt nézd meg, ezt meg fogom mutatni. 14-jel húzza ezeket a vetőket, még aszfalton is, 17-tel 18-at. És olyan, mint a folyamatosan karcolnák az aszfaltot, és emiatt van ugye ez.
Viszont ezekkel a vetőkkel úgy kellene szaladnia a gépnek, de nem szalad, mert nem jól működnek, nem jó, bagosak. Emiatt ezeket mindenképpen cserés lesz. Egy kicsit ilyen reformáció lesz, most új dolgokat fogunk menni. Pompás. Tökéletesen műk a mesterséges intelligencia. A gyerekek, ez tudjátok mit csinál? Ez konkrétan rám húzta a korrajt, aztán nekem dugrott. Anélkül, 17-tel tudod elhúzni. És fogunk venni másik vetőket, nem raktam be újakat, remélem, hogy ezek jól működnek, nem voltak, nem próbáltam ki. De ezután egyébként megpróbálom majd minél inkább kipróbálni az új modokat, hogy ne az legyen, hogy folyamatosan szívunk be. Egyébként sorskártya nap van, tehát vagy sorskártya rész, nem sorskártya nap, mert ugye ezen a napon még lesz rész, úgyhogy a sorskártya nap az nem éppen jó kifejezés, inkább sorskártya rész, annak lehetne mondani. Jó, viszünk mindent is. Eladjuk őket, a pótkocsit megmondom, hogy miért viszem, mindjárt meg fogjátok látni. Mivel kicsit gondolkoztam, ugyan a tyúkok elég sok tojást termelnek, most már. És azt szeretném kipróbálni, úgyhogy most tényleg figyeljetek, hogy addig nem fogunk semmi más csinálni. Most ezt próbálom elmagyarázni nektek, jó? Hogy érthető legyen. Figyeljetek, az a szitu, hogy ugye azzal, hogy én pörgetném az időt, gyakorlatilag mondhatni nem végtelen mennyiségűt, de rengeteg, ezt a kocsit meg kéne várnom, és akkor a táblát ki tudom cserélni, vagy ki tudom cselezni. Hát jó, még egy kocsi persze. Tehát, ennyi ma. Menj, jó. Gyakorlatilag tudnék azt csinálni, hogy folyamatosan hordanám be a búzát majd a tyúkoknak, és pörgetném az időt, és termelni folyamatosan a pénzt. Na, ezt én nem akarom csinálni, várjál. Ezért azt le kellene csatlakoztatni. A végét, úgy. Ezt nem akarom csinálni, hanem időpörgetést csak akkor fogunk alkalmazni az indokolt más ügybe. Tehát a más ügy az azt jelenti, hogy mit tudom én, be akarjuk, hogy érjen a vetés, hasonló dolgok, érted? És emiatt nem lesz, amiatt időpörgetés, eladás, oké. Okay. Látod, nem volt ez teljesen leamortizálva, de tök jó, és nem az amortizáció miatt ilyen szarok voltak ezek, hanem amúgy voltak ezek ilyen szarok. Na, amit akarok mondani ezzel kapcsolatban, jó, a lábamra ráesett ez a tárcsa, na ez a tárcsa is megy a levesbe. Bocs, hogy használom ezt a modot, de szerintem tényleg most ennyire elmehetnék még egyszer, és hozhatnám még egyszer ezt, de gondolom nem azt akarjátok végignézni. Egyébként ez jó szar állapotban volt, nem baj. Valószínű, hogy egy kicsit másba is fogunk reformálni. Úgyhogy tényleg egy rengeteg ötletem van, amit meg akarok valósítani, szóval meg fogjátok látni. A következő, amit kellene, ezt a pótkocsit most át kellene konfigurálnom mindenképpen flatbedre. Nem tudom, bálóhordó, flatbed, nevezzük ennek ugye, az nem is tudom, teljesen tükörfordításban az ilyen lapos ágy pótkocsinak. Ugye megállunk, rakjuk, és átkonfigurálom, igaz, otthon is meg tudtam volna csinálni, de ha már egyszer erre jövünk, mondom, akkor nyugodtan csinálhatom itt is. Konfiguráció, flatbed legyen. Konfigurálás, oké. Okay. Azért kell nekem a flatbed most, mert mindjárt meg fogjátok látni, hogy miért. Hop. Olyan lassan, ezek a törcsuklósok rettentő lassan szedik át egyik oldalról a másikra. Jó. És akkor vásárolni fog a keeper. Amiket fogunk vásárolni instant, az nem más, mint a raklapok. Tojásos raklap, ebből egy 4. 1, 2, 3, 4. Több egyelőre nem kell. 4 darab csak elég lesz egyelőre. Földobom kézzel. Egyébként mondtátok, hogy csináljam azt, hogy gameplayen kívül pakolom meg ezeket a pótkocsikat egyelőre, akkor kézzel földobom, érted most. Ha már egyszer nem. Érted, mire gondolok? Viszont 2 darab bizonyért kultiért át vissza kell jönni majd. Ha csak nem föl tudom rakni ide a 2 kultit, bár az már egy kicsit túlzás lenne. Egy azért olyan dolgokat próbálok, amit nem azt mondom, hogy kézzel olyan könnyen föl lehetne egy raklapot rakni, de ugye ezzel elvileg egy üres raklap. Ez ugye, ez a lumberjack mód, ezzel ugye nem tudsz ilyen extrém nehéz tárgyakat cipelni, de ez azért van, hogy olyan nagyobb fákat is el tud vinni. Jó, hát ez inkább így, meg is hagyjuk így.
Oké. Feszítővek. És visszafele el fogunk vinni legalább egy pultit, jó? Ez így jó lesz nekünk. Na, mindjárt jobban megy a gép, ugye? Kell nekünk kulti. Fú, bazze, nagyon sok minden kell. Az MTZ az otthon maradt, ugye? Az MTZ fogja szórni ezerrel a műtrágyát. Na, jó van. És át tudnék menni. Viszünk raklapot. Ugye fogunk pörgetni időt. Mármint nem csak azért, hogy nem azért pörgetek időt, hogy tojást szerezzünk, hanem ugye mindjárt kell pörgetni időt azért, hogy a bevetett cuccok ugye nőjenek meg. De akkor már ugye raklap kellene ide. Hoztunk raklapot. Kicsit ilyen speedrunosra vettem a mai részt. Én úgy gondolom, hogy kicsit szeretnék haladni. Aztán akkor megfogjátok le. Az aladást az minden... Ó, és már van ott egy tojás, ugye? Figyeljetek, úgy kéne ezt ide rakni, ugye, hogy szépen alá tudjuk járni majd targoncával. Most az üres raklap idehordását azt kézzel csináltam, de amúgy nem fogok rükközni, mindenképpen a targoncával fogok járni. A hosszú távú tervekről szeretnék beszélni közben gyorsan. A hosszú távú tervek azok a következők lesznek, gyerekek. Jó, ezek a tukok még nem kezdtek-e termelni. Meg kell nézni, hogy mennyi kajájuk van, hogy nehogy az legyen, hogy ki maradjon. Ugye a kombájnok belvileg még maradt kaja. Jó, akkor a raklapok azok megvannak. A targonc szuper, itt van. Jó, mehetünk tovább. Egyébként még valami. Ezt a pótkocsit, ezt itt hagyom. Szóval a pótkocsit azért hagyom itt. Megyek hozzá Keeper. Igen, ezt a pótkocsit itt kell hagynom, majd át kell konfigurálnom. Na, nagy pótkocsira, mivel meg fogjuk venni ezeket a földeket. Sanyi, nyugi! Ne, ás! Meg fogom venni itt a mellette lévő földet, ezt ugye, és ide négy darab tyúkólet akarok rakni. És ezt a fát ki kellene vágni, meg itt ezeket a bozótokat. Viszont most megyünk vissza. Megveszük a következő tárcsát, ugye a nagy tárcsát. Sajnos... Igen, kipróbáltam az IH tárcsát, egyszerűen az a baj azzal az IH tárcsával, tök jól működik, megint csak kipróbáltam most kivételesen, és nem modolt mapon, tehát nem modolt, nem ezen a mapon, hogy nem a mapnak legyen hibája, nem fordul vele jól a gép. Azt csinálja a gyerekek, hogy fogja és összevisz, így, ilyen körökbe elkezd vele tolatni, egyszerűen nem tudja jól, nem érzékeli, hol van a forduláspontja, hogyan működik, hogy működik, mi működik. Úgyhogy borzalmasan rosszul működik sajnos. Ebből fogunk venni, szerintem tök mindegy, hogy milyen színűt, kettő darabot. Oké, okay. ez jó ez a tárcsa, tök jól működik. Valami 3 vagy 4 tizeddel, vagy nem is tudom, 40 vagy 50 centivel talán, vagy ilyen fél méterrel ugye... Fél méterrel, ha szűkebb, mint az IH, elég kompakt méretű, ugye nem olyan hosszú. Szerintem az IH-nak egyébként, ahogy néztem így a tesztem alatt, az van a baja leginkább, hogy nagyon-nagyon hosszú, ugye legalább 3-szor ilyen hosszú, mivel van egy hosszú rúd, amíg húzza, és akkor még ott ugye kettő sorba helyezkednek el a tárcsák. Akkor a tárcsának a tárcsalevelek, ugye. És emiatt szerintem, emiatt van az a problémája. Figyeljetek gyerekek, ezt itt is hagyjuk ezt a gépet, akkor már valahogy próbáljuk megfelelő gépen konfigurálni a dolgokat. Hol vagyunk? Oké. Okay. Jó. Annyit kellene, hogy a kombájnokat egyébként le kéne vinni az útról. Akkor még amit kell venni, ugye eladtam a vetőket, azokat kelleni fog, hogy vegyek. A kettő darab vetőt. A kettő darab vetőt valószínűleg meg fogjuk ott tölteni. Nem. Gyerekek, tudjátok, mint három darab vetőt fogunk venni, 3-6 méteres John Deere-t. De remélem, hogy jól működnek, azok nem lettek tesztelve, de hát egyefele. Egyébként sorskártya húzás van, abban a pillanatban már váltunk is rá a sorskártyára, mert bevére. Aztán csapjuk neki, nyomunk egy összekeverést, aztán lássuk. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen sorskártyát húzunk, de sorskártyákról is esik szó mindjárt, vagy mondom, srácok. Nyomjad, pörögjél.
Nem hiszed el. Ügynem van, nincs idő semmi, sem átvevőhely, sem pedig bolt. Tehát akkor cseszhetem a szalmámat, nem fogom tudni eladni. Most akkor cseszhetjük, nagyon-nagyon rácsesztünk gyerekek. Mindentől ugye nem vehetek semmit a boltba, meg nem is el se adhatok. Hát ez most az így most nem érintett túl jól, mivel itt a szalma itt volt rajta izén a földön, úgyhogy... Hát a Jim, most azért, most van baj. Ez nem volt jó sós kártya most gyerekek, de hát mindegy, hát ugye követni kell a dolgokat. Ezt meg bele tudom engedni instant innen? Mondjátok, hogy bele, ugye? Bele, hát. Jöhet a következő combine, ugye? Jó, hát ez most meglepő volt és mulatságos. Nem tudom, mit fogok csinálni, hogy mit tudok csinálni a salmával. Hát azt a rohadt élet, pedig én abban gondolkoztam, hogy azt eladom. Hát még jó, hogy vettünk előtte azért a raklapokat, meg mit vettünk meg? Meg van kettő darab tárcsám van. Hát az szomorú, mert ugye például tárcsáznom is kellene. Hát egy darab tárcsát még akartam venni. Jó, hát ez most... Figyelj, sorskártya, be kell tartani. Egyébként azon gondolkoztam, hogy kellene reformálni a sorskártyákat, mert igazából főleg amik ilyen pénzes dolgok, azok már nem annyira van értelmű számunkra, mert belegondolsz, olyanok vannak, hogy buktál 20 ezeret, érted? Most, hogyha már vannak millióink, akkor ki nem szarja le, hogy buktam 20 ezeret, nem? Egy idő után teljesen értékét vesztik a sorskártyák. Mármint nem úgy értékét vesztik, hanem így súlytalanná válnak. Érted? Mire gondolok? Szerintem érted, mire gondolok. Oké, gyorsan futás, kiürítjük a másik kombájt, és utána akkor szedjük össze a szalmát. Viszont a szalma összeszedése ugye, éha gyerekek, a szalma összeszedése nem tudom, hogy fog működni. Az meg lerakta ide kívül. Sőt, belerakta a kerítésben. Azt a betyárat. Haver. Jó, hát onnan is meg tudjuk tölteni valószínű. Ennyi van. Semmi probléma, pörgünk mind a trágyaszóró, nagyon gyorsan dolgozunk, nagyon gyorsan csináljuk a részeket. Szerintem ma mindenképp egy tripla részt szeretnék nektek nyújtani. Nem tudom, hogy a motorlód meg a slip az miért zöld néha, látod? És például zöld, de miért? Why? Miért zöld? Mit jelent az a zöld? Meg kell néznem ugye. Esetleg jó, oké. Okay. Ja, gyerekek. Akkor ezt ki is kapcsolhatnám, ne zörögjé. Hát akkor nem kell elmennünk a boltba, pedig a boltba ragyorán akartam volna menni. MTZ-t állítsuk le. Össze kéne szednem a szalmát, csak az a baj, a szalmát akkor burogathatom le. Viszont nem, az MTZ-vel van dolgunk, gyerekek. Az MTZ-vel van dolgunk, le kellene műtrágyázni, el kéne indítanom. Túlfelül elindítom. Mind a két végét le kéne húznom az MTZ-vel, elindítom szépen, okosan csináljuk, mint az állat. Egyébként megmondom a frankót, én ezt nagyon szeretnék venni a közeljövőbe. A közeljövőbe az azt jelenti, hogy a mai nap folyamán, tehát ma, szombaton mindenképpen veszünk. Várjátok, itt vannak izék, nem? Van műtrágya, igaz, hogy nem sok van, de akkor legalább tüntessük el, ugye. Ja, legalább eltűntettük, nem volt sok benne, sajnos abban nem sok fért. Permetező dolog, még mindig az ifával beférődtünk, de még mindig szeretnék valami permetező alkalmatosságot, valami gyorsat, és nagyon-nagyon gondolkozok. Igaz, hogy 5000-be kerül, amiből gyakorlatilag földerő veszel. Oké, ez megvan. Másik, figyelj, azt kellene csinálnom, hogy megint lehúzom a két szélét, és akkor utána megindítom, hadd dolgozzon. Úgyis ott a T150K-be legyen neki útba, úgyhogy minden két szélét a Keeper le fogja húzni ezerrel. Meg kéne javítani a dolgokat, és lehet, hogy a javítást az valahogy kicsit reformálni fogom. Mindjárt meg is fogjátok látni, hogy tényleg egy csomó videót szeretnék csinálni, vagy tényleg megnézitek, hogy lesz ez a dolog. Na jó, lehúzom ezt a végét, föl is megyek a szélébe, utána lehúzom a másik végét, és akkor megindítom, addig gyorsan végez, mi gyorsan összekapjuk akkor a szalmát. Hát a szalmát akkor kénytelen leszek valahol leburogatni magamnak. Ezt nem tudom, hogy akkor utána föl tudom szedni hamsterre, hát ez van. Egyébként, ja, nem tudom azt csinálni, arra gondoltam, hogy elvihetném oda a környékre, aztán leburítom, de ugye azért nem fogom tudni azt megcsinálni. Na, ezt így elfordítjuk, úgy. És akkor fölmegyünk. Azért nem tudom megcsinálni, mert más völgyére ugye nem tudod leborítani, csak hogy sajátodra. Jó, a pénzzel egy kicsit csínyán bánunk. Igaz, hogy most nem fogunk tudni venni, eladni semmit, de azért lesznek itt még dolgok. Ja, jó, hát akkor nem kell belepörgetnem az időbe, hogy a szalma jó árba legyen eladható, mivel nem fogom tudni eladni. Összejön, figyelj, valahol leburítjuk. Olyan helyre, ahol nem zavar, itt van egy nagy fűes rész, az a baj, nem fogom tudni borítani, mert ugye itt van fű már.
Úgyhogy elég érdekes, ezt a füvet kár volt lehasználnom, csak ártottam magamnak vele, sajnos. Na, akkor beszélnék a hosszú távú, rövid távú tervekről. Hosszú távú és rövid távú. Rövid távú az lenne, hogy megveszük azt a földet, ami ugye a csirketelepen lejjebb van, egy kicsit délre, és ott kivágjuk a fákat, megcsináljuk a placot úgy, hogy négy darab csirketelep elférjen. A négy darab csirketelepnek ugye szükségünk van, 4x65 ezer, tehát akkor az... Mennyi is? 280, olyan 300 ezerre szükségünk van, hogy azt be tudjuk indítani. Mivel oda kell, akkor ugye csirke is, anélkül nem nagyon működik. Úgyhogy jó 300 ezeret össze kellene kalapálnunk, csak ugye közben meg reformálnunk kellene TS-t. A TS reformálása, ugye most már vannak gépeink, most három darab nagy GD vető, az ami be fog ugrani, meg három darab, ugye most hát sajnos nem tudjuk megvenni, úgyhogy ez, ebben a részben az nem fog bekövetkezni. Három darab ilyen ruszki tárcsa. Ez a ruszki tárcsa jó működött, három darab erős gépen van már, ami el tudja vinni, az MTZ az egyelőre marad. Egyébként az MTZ-be, megmondom, hogy mibe gondolkozok MTZ ügybe, jó, ezt ide bevágottam. Az MTZ ügyileg abba gondolkozik a Keeper, hogy... Hú, hogy a csirketelepnél mindenképp kellene egy takarmányos gép. Jó, ez meg... Várjál, indulj meg, haver. Nem nagyon akar. Egyébként ezelőtt is nem nagyon akar megindulni, hanem úgy indul meg, hogy én elindítom, és utána átváltok. Ez lehet egyébként tényleg motor teljesítmény dolog lehet. Ez lehet, hogy teljesen szélességig nem sikerült, megoldanom. Mi a gyerekek? Rábasteger. Indulás. Egyébként így pörök fel, jó lassan, de már el tudsz indulni vele előbb. Szóval nem olyan nagy problém. Tehát már akkor működik ő. Látjátok, egyébként rúg meg minden. Motorról is, meg minden, vannak problémák, de egyébként nem tudom miért zöld néha ez a motor. Na, ezt össze kell kapni, valahol le kell öntözni. Meg ugye közben, akkor az MTZ az le fogja szórni, pétisózni az egészet, és utána jöhetnének a vetők, csak az, jelen a kultivátorok, és utána a vetők. Hát az a baj, hogy ebben a részben nem nagyon fogjuk ezeket működtetni, sajnos kettő kultim van. Ha tudtam volna, nem adom el az kicsit, de várjál, megvettem, nem? Megvettem a másikat is, megvan három kultim van, hoppá, hoppá, gyerekek. De jó, hogy megvettem. Hallod, mintha éreztem volna. Igazából nincs is, de vetőkre szükségem lenne, mindegy, ebben a részben mindenképp megcsináljuk a kultiválást. Földet se tudok venni? Földet azt tudok venni, meg építkezni. Ugye ezt ezelőtt is ugye tárgyaltuk, hogy igazából csak arra kettőre hat. Az eladásra és a boltba történő vételre hasson ez a dolog. Én így beszéltük meg. Na hát akkor mindegy, akkor ezeket így burogatni fogjuk le a szalmától, ahova. Közben számolunk is, hogy mennyi szalmánk van, és akkor tudunk számolni, mint pénzügyileg is, hogy mennyi pénzt tudunk majd a szalmából kinyerni. Na, nyomjuk egy hármas gombot, tehát mizeit, minek nevezik? Figyeljetek, az, hogyha kiérek ebből, lehet, hogy ki is fogom üríteni, és akkor közben az MTZ után tudunk a másik oldalon kezdeni. Hát valahol most ezt kell keresnem neki egy helyet sajnos. Lehet, hogy onnan elrángatom azokat a... Lehet, hogy a fal... Vagy lehet, hogy középre kell öntenem, mert az a baj, hogy fölszedni utána nem lesz egyszerű. Remélem, hogy nem fog bebogolni a földbe, meg nem fog semmi történni, mert leöntjük oda középre, gyerekek. Ez egy rohadt nagy szalmabogja, aztán majd utána fölszedjük akárhogy is, maximum szétlapátolom, széttolom, azt utána ezzel össze tudom hamsterre szedni. Sanyi, nyugodjál meg, nézd rám, mint az őrült, nem, semmi baj nincsen, majd később megyünk mindenhova, ahova akarsz. Csak egyelőre, most apának annyi dolga van, hogy nem tudod képzelni. Itt kéne futnod a gép mellett, ugye? Az lenne jó. Jó, akkor. Igen, most azt csinálom, hogy nem sok férne bele már. Itt szépen okosba elmegy erre a keeper, azt leönti a francba oda belülre. Egyébként jó ez a rábasteger, tök jól mozog, elég gyorsan átszedi egyik oldalon a másikra, gyorsabban, mint a T-100-et, fennká vagy a K-100-os, én úgy érzem, már itt egy fürgép, maga a mozgás, természetesen csak 15-tel tud menni, de hát ez ilyen, gyerekek. Vagy 25-tel tud menni, de ez ilyen. Na, akkor az a szitu, hogy figyeljetek, valahova ide lebonítja a keeper. Hát lehet, hogy jobban lett volna, ha nem arra öntöm le, de jó van. Nem se fér. Gyerekek, ez nem kevés. Várjál, ezt tudod mit? Ez nagyon sok lesz, úristen. Na, előbbre. Azt a betyár, hallod? Ez lesz bajunk itt, hogy ekkora depó. Ekkora depó, szóval jól megszivattuk magunkat, gyerekek. Ugye?
Azt a mekkora depószalmon lesz ez, gyerekek. Hallod ez? Jézus Mária! Azt a rohadt élet. De hallod? Ez egy öröm boldogság lesz, hogy ez így van. Jó, már nem ürít. Megfordulok mindjárt azt másik oldalán. Azt a ízét el kell volna vinni onnan azt a tárcsát. Talán majd ki tudom vezényelni, azt kirakom onnan, vagy nem tudom. Ah, ja, hát ez lehet, hogy így kiviszem, bocsi gyerekek, de ne kelljen itt szívni vele. Jó, hát ez, figyelj, van ez a Lumberjack mód, akkor használjuk már, nem? Ja, és viszont ezt meg kellene javítani, az azt hiszem, hogy nullára le van amortizálódva. Na, add elő az ödet, mi van? Na, jó. Na. Ja, ez szerintem le van teljesen, igen, javítás. Nagyon-nagyon-nagyon, a durability nem a legjobb. És na, arra gondoltam egyébként, hogy ezt elviszem, és beállok vele ide a bejárathoz, vagy berakom a bejárathoz, és akkor azt tudom csinálni, ide teszem, ugye ki tudom elvileg kapcsolni azt, hogy mutassa ezt a kockát. Ellen, market. És akkor így nyitva van, egy működőképes, bármikor, de hogy az a lényeg, hogy odaállok mellé, akkor akármikor meg tudok bármit javítani. És ezek szerintem tök jó, nagy értelme van ott a kapuban. Na gyere, izai rába, bazza, mi a szar van itt, te Jézus Isten. Na, Ctrl I. Döntsed, döntsed. Srácok, ez nem lesz kicsi. Hallod, ez... Figyelj, három ilyet ide csettintek. Ez mi lesz velünk, bazi? Ó, bazi, vizet, már homokvárat építük. Jézus úristen. Na, viszont. Mi van az MTZ-vel? Lehet, hogy a sört biztos, hogy kifogyott, úgyhogy rohanás van. Na, mi van? Megkiugrottam. Fölakadtam a táblára, tökön felakadt. Megnéztem az új jackest. Jézus úristen. Néztétek? 20 év után forgattak egy új jackest, hát nem kis pályások ezek a gyerekek. Olyan nézeik vannak, hogy nem is ajánlom fiatalabb korosztálynak, mert úgy tél Isten, beszarsz mennyire durva az a jackest. De egyébként jó, szeretem. De szerintem egyébként annyi történt bele, hogy ez elfogyott, igen, gondoltam. Ez egyébként pont nem elég be, ez a sajnos. Úgy, aztán mehet tovább. Jó, hát annyi van elég neki. Ennyi, barátom, csapjad neki, ifával félreállunk. A vetésnél kell majd az ifa, úgyhogy nagyon messze nem megyünk. Hát de mondjuk bemehetek vele a telepre, nem zavar senkit. Jó, az MTZ végez, ez akkora depó szalmánk lesz. Ezt remélem, hogy nem kell fölmernem majd, mert akkor megbolondulunk, gyerekek. Mert ugye most 92.000 liter, hát akkor gondoljál bele ma. 92.000 liter, 180, lesz egy 300.000 liter szalma a telepünkön. Hát erre mindenre számítottam, csak erre nem, hogy egy ilyen sorskártyát kihúzunk. Érdekes lesz. Ja, viszont... VB. Aztán mehetünk fölfele. Sajnos ezt nekem kell megcsinálni, de ugye ez elég jó pénz. Egy ilyen kotláért egy ilyen 12.000-et be szoktunk nyerni. Azért 12.000-et, hogy benyelsz kotlánként, három kotlával szerintem simán lejön erről a földről. Az ugye 36.000. Ma közel 40.000-et csak a szalmából meg tudsz keresni, az meg azért annyira nem rossz dolog ám. Gyerekek, mekkora szalma, jaj, ez a mit csinálok te? Hallod, remélem, hogy össze tudom majd szedni a izével hamsterre. Ha nem fogom tudni összeszedni a hamsterre, akkor megőrülünk. Akkor nekünk végünk van. Mert azt, amire föllapátolom a izével, a kanállal, hű, de, hallod, ez ne kívánja, az ellenségemnek nem kívánom, hogy ezt valaki kanállal szedje össze. Jó, köszönöm egyébként, hogy írtátok, hogy az IA-val baj lesz. Ne is próbáltam, megmondom őszintén, nem. Annyira nem is hittem benne, hogy mondom, az annyira régi mód, ugye az talán még a 15-ből, FS15-ből lett átemelve, és nem tűnt, nem gondoltam volna, hogy szar, de hát szar, igen, szar. Úgyhogy köszi szépen, hogy írtál, aki írta, hogy vigyázzak vele. Nyugodtan egyébként ilyet tudtok, hogy vitte a rossz mód, akármi, nyugodtan írjátok, hogy ne az legyen, hogy a keeper beszív, mert most ezt gameplaybe megveszem a 3 IH-t, 60, mennyiért? Vagy 2 IH-t 48 ezerért, aztán itt elindítom őket, azt keresztbe hosszába mennek. Ja, kipróbáltam, ugye nem
nem modolt napon, hanem a gyárén elindítottam, és nem volt semmi a földbégében, és azt csinálja a csajom, hogy nem egy éves fordulást csinál, meg nem tud vele tolatni, hanem így elkezd tolatni, és így keresztbe van neki a tárcsa. És végtelenségig tolat, mert nem tudja ízébe hozni. Szerintem annak a leginkább az a baja, hogy nem tudja, hogy hol fordul. És ő nem arra kormányozza a gépet, amerre kell, és végtelen ideig tényleg tolat körbe-körbe, és abszolút nem működik, abszolút nem működik vele. A Kirovetszel próbáltam, és nem működött. A K700-zal próbáltam. Na gyerekek, lehet, hogy az lesz, hogy a kombájnokat is onnan ki kell hoznom, aztán hát lesz egy depó, bazza. Lesz egy depó, egy szalva depó, gyerekek. Úristen, éj, hülye, hallod? Hát várjátok, izével be tudnám rakni. Szállítószalaggal ugye tudnám rakni, ha belegondoltok. Izével kéne, hallod, csinálnék egy ilyen szállítószalag folyosót egész végig. Ja, szállítószalaggal tudnám. Hát ez a sorskártya az, hogy tud meglepedést okozni. Hát figyeljetek be, viszont betartom, mert hát mi értelme lenne, hogyha nem tartanád be, nem? Egyébként az MTZ úgy látom, hogy végzett, annyit megcsinálok, hogy elindítom ezt munkással, várja, vagy nem munkással, hanem tempomattal. És megnézzük a földeket, hogy hogy állnak. Növekedés, oké. Itt a szántást kikapcsoljuk meg a messzezést. Tök jó, meg is van trágyázva, tök jó, végzett is, szépen ügyesen. Az MTZ egyébként egy korrekt gép erre, ugye? Hogyha megfigyeljétek. A izét is tök jó megcsinálja, ugye a gyomírtást. Egy nagyobb gyomírtót kellene venni, nem tudom, gondolkozok, egyébként 45 ezerbe kerül az a helikopter. A feelingje biztos meg lenne, de ilyen, az MTZ tök jó meg tudja csinálni ezeket a dolgokat. Többen írtátok, hogy ne legyen MTZ, az se kell már, de a kicsi munkákra teljesen jó, ugye? Ha belegondoltak. Ez a rába, ez meg már most kicsi kedvenc lett, sajnos egy háttalütője van, ugye a 25 km per órás végsebesség, de hát ezt a rábát nem arra találták ki, hogy te hogy cáguldozzál vele, szóval túlélhető. Az a lényeg, húzzon nagyot, aztán csinálja a dolgokat ezerrel. Nem is baj egyébként, hogy egy kicsivel kisebb tárcsák, mindjárt megnézem őket, mert gondolom azért kíváncsi vagytok ti is rá, hogy mennyi, ekkora. Ja, 6-3, 6,3, 6,3 méteres, várja is, a ZH az mekkora volt? Te nehogy már ez nagyobb legyen, bazza, most komolyan mondom, most egy kicsit így meg vagyok rökönyödve, 6-3. Ez 7, ja, 7, 70 centivel gyerekek, 70 centivel szélesebb az IH, és nem működik, az a lényeg, nem az a lényeg, hogy most az a 70 centi örülnék neki, persze jó az, hogyha annyival szélesebbet húzna, de hogyha nem működik, jó, akkor hiába húz az 70 centivel szélesebbet. Hát figyeljetek, ez 3 darab izébe kotlába nem fog beleférni ez a szalma, az azt jelenti, hogy 90 ezer fér egybe, hát akkor itt jó 300 ezer liter szalmát fogok oda leburítani. Öcsém, kellett volna vennünk egy izét, van egyébként ilyen szalmatárról, lehet, hogy jobban járt volna a Keeper, de nem, mindegy gyerekek, mindegy egyefene. Na, BV, szevasz, pont, jó. Ah, lehet, hogy eljárok onnan a izékkel. Eljárok onnan a... Azt kéne csinálni, hogy át kellene váltanom a másik kirakodás oldalra. És jobbra van a kirakodás? Balra. Érdekes, és szerintem most lesz jobbra, ugye? Nem? Így, ne. És közben a kombájnak előrébb kell állnom, mert ide bazeg kell a hely. Az állatja. Nem is rakja le. Nem is rakja le, nem. Úristen. Basz. Jó, kombájnak korrébb kell venni. Sajna bajna, itt bazza még hatalmas depó lesz. Na, F1 tüntetődjön el. Régebben mindig egy régi sorozatokban emlékszem rá, hogy sokszor írtátok, hogy ezt az F1-et kihagytam. Na, de most már annyira ugye megtanult az ember. Gyerekek, hallod a Steiger bazza van benne, majdnem ahol. Megpróbálom fölmászni a végére? Úristen, de mekkora. Tök jól néz ki. Na, ide beállok megé. Teljesen jó lesz, itt talán nem annyira lesz útba. Na, nézzük, mi a szituáció itt. Ura részé. Szómába benne vagyok, félig, hallod? Jaj, bore! Ben vagyok, hallod? Ez mind lóvé lenne. Előbb-utóbb már ennyi lóvénk lesz, ne viccelj. Na, húzzuk egy kicsit meg.
Te fiú. Jó. Csak a Ctrl-i. Visszavegyünk. Csat. Másik oldalra, és akkor meghúzzuk erre. Gyerekek, hallod? Ez hülye ez a keeper. Kirakja ide a szómat. Hát csak szedje is föl, bazza, mert ha nem szedi föl, akkor majd lesz ám baj. Na. Innen kontrolli arra. Ne, ne, ne! Na mindegy, nem baj, hogy el is borult. De mi van? Másik irányba tessék. Fú, te hülye állat. Figyelj be, a pótkocsi húzza végig, gyújj. Jó van. Oda még talán lefér. Az összes. Nem tudom, egyébként, hogy befér-e. Nem kevés van még a földet. A bazd, majdnem fele ott van. Az állatja. Csuk be. Jó, van, hát ez van, gyerekek. Ajzaj, sárga arra, hogy ne vicceljé. Figyeljetek, az összes, azt tudod mennyit? Hát tényleg ilyen 35-40 ezeret. Hát nem fogom elkotyavetyéni. Nem? És mit csinál? Elkotyavetyéjük? Hát beszántsam. Hát nem, 30 ezeret szántsak be. Szántsál Barbie. Hát az egy közepes föld értéke, hát vagy egy kisebb. Nem is egy közepes, de kisebb föld értéke. Úristen. Hát ez tényleg most ugye ezt a kordit leöntöm, az már közel 100 000 lesz ott. Vagy 300 000. Na, számoljunk egy 300 000-re. Mennyire szoktuk eladni? Hát egy ilyen 130-es simán eladható, ugye? 100 000 akkor 13 000, 300 000 akkor 39 000. Hát jó, egy 40 000-et bazzai, buknák rajt. Úgyhogy én ezt eldobnám, nem dobom el egyáltalán. Élem nagyon, nagyon gyerekek, hát akkor izé, figyeljetek, következő részben meg már üzleteltünk. Hát csinálhattam volna most is mást, de hát mit csináljak, érted? Ezzel a földdel kéne foglalkozni, most mással nagyon nem tudok foglalkozni. Ja, esetleg megvettem volna a földet, tudjátok mit? Megvettem volna a földet, és akkor ugye az történhetett volna, hogy letermeltem volna a fátról, de viszont mindenképp akarom, hogy menjen a vetésforgó is. Ugye ez ilyen gyerekek, ilyen. Muszáj vele foglalkozni. Mert ugye most hiába, tudom én hanyagolom el, most én ezt nem csinálom meg, akkor nem megy a vetés, meg a többi. Ugye viszont ez jó lesz, mert addig meg el tudom hordani majd onnan azt a szalmát, amíg mondjuk vetnek a gépek. Egyébként nem is tudom, fú, Norbert, nem tudom, valami S-betűs, SCH, akármilyen nevű, Schlinker vagy Schlunker, ő mindig írja, hogy jaj, nem is értem, minek videózol akkor, hogyha egyszer halandóan a gépekkel vettetsz, azt mindig felhozza. Van egy ilyen Norbert Schlunker, vagy nem tudom, de figyelj, hát azért van a géppel való dolgoztatás, ugye gépi munkás, mert addig tudsz más csinálni. Nem addig se nézem, hogy mit csinálnak a munkások, hanem addig tudsz más csinálni. Tudok pörögni, tudok rendezkedni, tudok eladni. Ez arról szolgál. Hát, hogyha minden egyes folyamatot izével csinálnék saját magam, akkor egy végtelenségig csinálhatnám a szántásokat. Főleg, hogyha képzeld, ekkora föld lesz, akkor itt a vetést azt úgy végigcsináljuk. Hát ez nem. Itt a gépi munkás az azért van benne. Az nem is ugye azért vonja le is a pénzt, hogy meggondolja az ember, hogy érdemes-e ő neki inkább használni, vagy inkább csinálja maga. De ugye az időpénz, addig tudsz más csinálni. Ez nem egy olyan dolog, hogy ez nem cheat a farming szimulátor, ez egy átgondolt dolog. Érted? Most kíváncsi vagyok erről a véleményetekre, hogy írjátok meg. Vagyis ezzel nem támadlak, csak nem ugyanaz a véleményem. Sajnos Magyarországon egyébként van egy ilyen elfogadott ilyen metódus ennek, hogy valaki, sokan azt hiszik, hogy ha valakinek nem egyezik valamiről a vélemény, azt már utálni kell. Mert attól még, hogy valamiben nem ér valaki egyet, attól még nem kell utálni a másikat. Sajnos Magyarországon ez nem nagyon megy az embereknek, mert egyből utálatba fordul át az, hogyha valaki valamiben nem érte egyet. Egyáltalán nem így gondolkozok, úgyhogy ha valakivel nem értek egyet, az nem jelenti azt, hogy utálom. Meg nem jelenti azt, hogy Ő teljesen csinálhatja nyugodtan úgy. Ő neki, hogyha azt szeretné, ezért olyan, hogyha azon vitatkozna valaki, hogy a csoki fagyi
szereti valaki, meg a másik a vaníliát, és akkor én utálnám azt, aki a csoki fagyit szereti, mert én a vaníliát szeretem, érted? Ez nem... Lehet véleménye valakinek valamiről, erről elmondhatja, nem biztos, hogy neked egyezni kell a véleményednek ugyanarról, a dologról, de attól még nem muszáj őt utálni. Érted? Remélem, hogy ez így tényleg, hogy próbálom. Szóval azt hiszem Norbertnek hívják talán a srácot, de ez nem azt jelenti, hogy most nekem más a véleménye, nem valami múltkor is ugye valakinek a véleményét így elmondtam, és írtam, vagy mondtam így a gameplaybe, hogy nekem nem ez a véleményem. És akkor bocsánatot kért a komment szekcióban, nem kell a véleményedet, hogyha úgy gondolod, akkor nyugodtan amellett álljál ki. Érted? Szóval ezt most nem azért mondom, hogy most én támadlak ezzel, hanem én úgy gondolom, hogy ez a szerves része a farming szimulátornak, és én szeretem is használni, mert addig akkor tudok más csinálni. Most például ugye folyamatosan ezt kell csinálnom, mivel ezt a gépi munkással nem tudom megcsinálni, de hogyha például tudnám gépi munkással csinálni, akkor már is az lenne, egyébként nézzétek, kezd el gyengülni egyébként itt van egy domb. Nem nagyon látni, mert ugye eléggé nehezen érzékelni a teret, de látod, itt van egy ilyen domb. Hogyha tudnám ezt csináltatni géppel, akkor mondjuk eddig ide tudnám hozni a másik kultivátort, be tudnám állítani a kultivátorokat, akkor mindent így előre tudnék dolgozni, ugye. Csak mivel ezt nem tudom megcsináltatni, emiatt nekem most kénytelen vagyok ezzel vinkorni, és ugye valamennyire elmarad a munka, a más munka. Meg addig esetleg tudnék fát vágni, egy csomó mindent tudnék csinálni, tudod. Most ezt megint kiürítem, és bazen, ez már nagyon sok, igaz nem volt tele, tudom egyik szerse, de hogyha 85 ezer, vagy 80 ezer volt is a háromba, akkor is már mennyinél tartunk? 160-240 ezer ott, és még rajtban a földön még két csík, vagy három, az szóval simán 300 ezeret megüti. Ha megütöm a lotton a főnyereményt. Úristen gyerekek, ez egy kicsit erős nekem már, amit én itt művelek. Jézus Isten. Hogy elkezdem itt, mert az a baj most már nem fog férni végig. Borécsár, 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 borécsár. Kicsit várni kell, mert akkor nagyon elhúzod. Így végig. Jó, jó, hülye. Nányi szóma, bazze. Most aztán itt nem tudja szabad izéni dohányozni gyerekek, mert akkor vége van a bulinak. Oda jó lett volna ide fér. Jó, figyelj, az már biztos belefér, az a maradék ebbe. Ha nem, akkor megőrülök. Hát már mennyi van allan? Ez egy bőven egy 300 körül van, ugye? Most arra gondoltam, belemegyek a Steigerre, megpróbálom hát átúzni a kocsit, de szerintem nem menne bele. Kíváncsi vagyok, itt belekaphatok egy picit, hogy mennyire süppel. Hú, ez nagyon. Jó, nagyon. Szalom, az nagyon süppelős. Jó, menjünk, a maradékot összekapjuk, ebben a részben már megcsináljuk ezt szerintem, gyerekek, és akkor a következő részben meg már ugye tudok vásárolni, meg akkor már a kulti, három kultival tudunk indulni, tök jó lesz, srácok. Azt mondom nektek. Ezt már összekapja a Keeper? Igen, igen. És ez mindenre vonatkozik már, minden véleményre természetesen. És ja, és a vita, a másik dolog, ami nagyon sok embernek ugye például a vitakultúrát, hát most ez elég ilyen stop szó, hogy vitakultúra, azt kellene tanulnia, mert ugye, meg az, a véleményre visszatérve, meg a különböző ideológiákra, sajnos az is nagy probléma szerintem, hogy valaki meg annyira ragaszkodik bizonyos véleményéhez, hogy nem lehet meggyőzni, észérvek kell se. Ugye a vita az úgy kellene kialakulnia, nem veszekedés, hanem vitáról beszélek, hogy elmondod az érveidet valami mellett, és a másik is elmondja az érveid valami mellett. És az a lényege ennek az egésznek, hogy ezt meg is kell hallgatni, mert igazából akkor hiába nincs vita, hogyha nem hallgatod meg a másiknak az érveit. Hogyha hiába mondja el például azt, hogy szerintem jó ez, hogy van ilyen munkás, mert addig tudok más csinálni. Ez egy érv. És hogyha ezt igazából erre nem vagy nyitott, hogy átgondolt, hogy ilyet, lehet, hogy tényleg, akkor nem csak értelme van a vitának, de lehet, hogy azzal, hogy elmondja ezt, azzal így felnyitja a szemet, hogy áh, ja, lehet, hogy tényleg jó ötlet ez. És ugye a semmiképp nem veszekedésről beszélek, hanem vitáról, és a vita az egy nagyon jó dolog. Én azért szeretek egyébként tényleg mindenféle
kritikát meghallgatni, ami építő jellegű, tehát nem az ilyet, hogy mit tudom én, nagy az orrod, azt úgy is tudom, hogy akármiért, lehet, hogy remélem tudjátok, mire gondolok, ami ilyen építő jellegű, mert azon egyébként ezt elolvasom, és azon elgondolkozok. Nem kötöm az ebetaggaróhoz, nem nem azt gondolom, hogy az én véleményem az így nagyon jó, hanem próbálom megfontolni a más véleményét is. És te is leírtad ugye, hogy miért dolgoztatok gépekkel, vagyis gépi munkással. Hát, és én elgondoltam, hogy most gondolj bele, hogyha én ezt végig tárcsáznám egyedül, vagy éppen végigvetném, akkor egy az, hogy nagyon egy iszonyatosan monoton rész lenne. Természetesen közben tudok beszélni, most is mesélek dolgokat, eszembe jutnak dolgok, arról beszélek. Egyébként láttam egy Rába teherautót, de képzeljétek olyat, ami ilyen katonai jellegű, kicsit nagyobb volt, mint a GAZ 66, ilyen nagy lapos, ilyen olyasmi kerekei vannak, mint most divatok azok a balkerekek, nagyon, és ilyen kekiszínű volt, de valami civil volt, már lehet, hogy valami volt honvédségi dög volt, nem túl nagy, kisebb volt, mint egy ifa, leginkább, mint valami Volvo-ra emlékeztetett, ilyen jó magas offroad jellegű volt, és ilyen munka, rendesen tele volt vassa meg mindenne. Nagyon érdekes volt. Ja, és visszatérve erre, hogy igen, végig gondoltam, hogy hát hogyha most én ezt végigcsinálnám egyedül, munkások nélkül, hát az egy rettenetesen unalmas gameplay lenne, arról nem is beszélve, hogy körülbelül három rész azzal tennene, hogy én vetek. Meg három rész utána azzal tennene, hogy én aratok. Érted? És akkor kihordaná a gabonát. Az aratásnál például nagyon jó, hogy van gépi munkás, mert eddig tudod hordani. De hogyha én aratok, akkor még azzal is megy az idő, hogy folyamatosan átváltok, és akkor mindig gépi munk, vagy izével, oda megyek a géppel, és akkor ürítek. Hát ez milyen egy extrém hosszú dolog lenne, érted, hogy mire gondolok szerintem. No, ezt meg majd ide kéne üríteni. Jézus gyerekek, hát ezt meg föl sem merem szedni a következő részben szerintem, mert erre jobb magam ezt összekapni. Fuhú, bazza. Na, gyerekek. Ide férünk? Pont ide fértünk. Jaj, de jó. Figyelj, egyébként akkor legalább kiderült, hogy befér ez a dög. Ide. Én mindig attól féltem, hogy ez nem fér be. Jó, hát ezt itt hátul is hagyom, és akkor szerintem el is búcsúzom, és akkor kövök még ma mindenképp a következő része. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hát a Rába Steigerrel azért kére egy ilyet. Ezért csinálni. Aj, bakker! Ez nagyon beteg. Hát szerintem meg is lesz a következő, vagy a ja, résznek az index képe, gyerekek. Ú, de jól néz ki. Na, ez durva. Na, köszi szépen. Vigyázzatok magatokra, jók legyetek, sziasztok!